Tehát van egy tematikánk, ami fel van állítva, és mi azt kőkeményen betartatják velünk, ha akarjuk, ha nem, és végig is megyünk rajta, és szeretjük is. Azt, hogy 8 órakor mi elmegyünk reggelizni, igen, nagyon szép és jó, nem minden munkakörbe lehet megcsinálni, mi megtehetjük. Ha nincs riasztás, ha van, akkor ugye nem eszünk, és uh -huh. a este 8-kor jövünk be. Hát eszünk, amit kihoznak. Uh -huh. um, ugye az meg nem az otthoni kétfogásos kaja. jó, uh -huh. És hát, hogy mondjam. Fél kilenckor van egy eligazításunk, ugye fél kilenctől kilencig körülbelül elmondják ki, nek mi a dolga. És ugye itt nem beszélek riasztásról. Ha jön riasztás, minden felülír. Akkor kimegyünk, szerelési foglalkozást tartanak nekünk. Akkor, amit mondtam, hogy ugye a harmadikra szerelünk, teszteljük magunkat, gyakorlunk, tehát próbáljuk minél jobban fejleszteni magunkat minden téren. Akkor ugye fél 12-től van nálunk például 3 12-től az ebéd. Akkor ebédelünk. Talán sokan mondják, hogy van igen, csendes pihenő, hogy tudunk aludni, ha akarunk. Hát ez valójában azért nem alvással szoktuk tölteni, hanem akkor megvan a kis kávé korszakunk, meg uh -huh. megvan ez, hogy egy órát leülünk és beszélgetünk. De egyébként mindig van valami feladat. Uh -huh. Persze lehet pihenni, ez tény, mert lehet pihenni. De ez nem azt jelenti, hogy alszik az ember. Uh -huh. Csak egy minimálisan viszintbe helyezi, ami szerintem egy fantasztikus dolog, mert az olaszoknál például nagyon jól működik a siesta világa. Ugye ez a két óra hazamegy az assz, hogy megfőz, vagy az ember ledő két, és sokkal aktívabb utána. Na, azért valljuk be mi is, azért 24 et vagyunk benne. Tehát az, az egy óra lehet pont kell ahhoz, hogy pihenjünk. Meg nektek csúsz teljesítményt kell leadni. Így van, nekünk Tehát folyamatosan. Így, Tehát ha kimegyünk, egy van, akkor nektek abszolút fullba kell. Így van, mi maxon dübörgünk mindig, ugye, amikor elindulunk. Azt, hogy mi lesz kín, azt ugye nem tudjuk. Lehet nem fogunk csinálni semmit, viszont lehet, hogy ott leszünk 8 órát, és intenzíven dolgozunk. Szaladunk, futunk, és, és, nincs cigiszünet, és nincs itóka szünet, meg nincs egy selfie szünet, mint ugye a mai fiataloknál nagyon sok helyen van, hogy munkahelyen csinálják. Jó, legyen, hál' Istennek, nálunk ez nincs. Mi nem fotózkodunk, mi nem rakjuk fel a Facebookra, meg a többi oldalra, hanem megyünk előre és hajtunk. Na most nem biztos, hogy irigyelni kell ezt tőlünk, például az, hogy lehet focizni, vagy lehet röplabdázni. Azért, mert délután fél kettőkor ismételten van egy eligazítás, ahol ismételten további képzési feladatokat adnak számunkra. Lehet csak egy elméleti oktatás, lehet, hogy csak éppen egy dolgozatot írunk, vagy lehet, felmosuk a laktanyát háromszor, vagy havat sepregetünk kint, uh -huh. vagy utcaudvart csinálunk, leveleket, vagy ablakot pucolunk, vagy WC-t uh -huh. takarítunk. Hát azért nem minden férfi álmodik ezekről a dolgokról, uh -huh. én úgy gondolom, de igen, mi megcsináljuk, mert az a saját kölletünk, és meg fogjuk csinálni, és ciki-nem ciki valakinek majd beletörődik, és akkor... Um, tehát uh -huh. És uh, hát, hogy mondjam, utána négy órától elmennek a vezérek, a nagyok, úgy hívjuk őket, 4 órakor lejár a nyolc órás munkarend, és akkor igazából kezdődik a sport. Ez azt jelenti, átöltözünk sportfeszerelésbe, most ugye egy kicsit a vírushelyzet miatt nehézben maszkba közlekedünk az egész laktanyába, mi is, egymást óvva is, meg a vezetőünket is, meg ők is óvnak minket, tehát próbáljuk a lefeltőződését teljesen nullára szólítani, ami uh -huh. azért be sikerül is, és akkor elmegyünk edzeni. De most nyilván azért, hogyha kimegyek futni, le fogom venni a maszkot, meg hát ugye kicsit azért nehéz, vagy ha röplabdázunk, vagy hogyha meg tudjuk tartani azt a távolságot. Most jelenleg egyébként be van nálunk tiltva a foci, meg ezek pont a vírus miatt, hogy ugye ne legyen izzadság, meg ilyenek, hogy érintkezzünk, ne érintkezzünk, meg ne léheljünk össze egy tornatermet, de igen, van tornatermünk, tehát általában úgy működik, hogy függetlenítsük el ezt a vírust. Akkor röplabdázunk, akkor utána még két órát focizunk, utána van egy kondi termünk, ahol ugye azért valahol kondiba kell tartani magunkat. Mivel mindenki, vagyis 70%-a dolgozik, uh -huh. utána meg nem feltétlenül konditenembe jár, hanem a családhoz haza. Úgyhogy igen, edzettségünkre figyelünk, azért ezt a fizikai felmérőt mindig meg kell csinálni, és ahogy idősebb vagy, azért egyre nehezebb, valljuk be. Utána 8 órakor, 7-8 óra fele elmegyünk fürödni, jó, hát ki mikor vacsorázik, ugye 6 és 10 között általában ez vegyes. 8 órakor megnézünk egy filmet, eljön a 10-11 óra, és igen, lehet pihenni. Vannak hálókörleteink, ami annyit akar, hogy egy úgymond szobában van hat ágy, és akkor lehet ledőlni. De hát azért itt Debrecenben nagyon ritka, hogyha valaki tud aludni éjszaka. Uh -huh. Sőt, hát azért egyébben lehet egy nap előforduló életlen, de nem, nincs ilyen. Tehát itt hajnal egykor megszól a riasztás, hajnal háromkor, hajnal négykor, és azért egy ember azért valljuk be, hogyha háromszor kell fel egy éjszaka, még ha nem is ő vonul, de fel kell három percre. Vagy tegyük fel, egy olyan káresethez megyünk, hogy egy, kettő, három, meg a létre kimegy. A többi fel fog kelni, mert még 15 év után is benne igaz a tűz, hogy úr Lehet, és nekik is menni kell. Még nem csak az, hogy nekik is menni kell, hanem hogy tegyük fel, valaki van a darun. Nem feltétlenül fog vonulni, mert nem olyan káresethez mennek. De lejön és érdekli, hogy Úristen, de ott lennék, de jó lenne, és végighallgatja a forgalmazást, és ott ő másfél órát a híradón, hogy hallja, hogy ezek mit csinálnak kint, és ú, úgymond csúnyán fogalmad, a fene rúgja meg, hogy én nem vagyok ott, de mennék, ó, oh, de régen láttam ilyen nagy tüzet, és, és, uh -huh. és, és, ilyenek, és be, megválja, és bejön, és ugye a parancsok feltölti a képeket, megnézi, hogy úristen, így lángolt, de jó, ó, kár, hogy nem volt. Ami szomorú, Vagy egy szabadnapos tűzoltó betelefonál másnap, hogy és milyen volt, mesélj már róla. Tehát megbeszéljük, kibeszéljük, uh -huh. de azt is, hogy mik voltak a hibák, mert ugye emberek vagyunk, tudunk hibázni, és fogunk is, sajnos, de ez van.